Hivatali visszaélés és egyéb bűncselekmények miatt jelentette fel Szabó Loránd polgármester Fehérvári Tamást a TOP források elosztása miatt. A Baranya megyei főügyészség a Baranya megyei rendőrkapitányságot jelölte ki a nyomozás lefolytatására. Úgy gondolom, hogy most már egyre többen érzik és látják, hogy egy velejéig romlott, egy korrupt pályázati rendszert működtet Magyarországon a Fidesz. Ebben Tolna megye még jobban kiemelkedik, hiszen ami itt a megyében történt, az nem csak felháborító, hanem úgy gondolom, hogy a bűncselekmény kategóriájába illeszkedik. Ezért már korábban megtettük a büntető feljelentést a főkolompos ellen. Fehérvári Tamás Tolna megyei közgyűlés elnökét véljük az ügyek hátterében. A polgármester azt hangsúlyozta, számára a legfontosabb az, hogy derüljenek ki a rendszer visszásságai, hogy Dombóvár pályázatait miért pontozták le. Ez semmi másnak nem köszönhető, mint Fehérvári Tamásnak, aki ugye nem tudja megemészteni, hogy 2014-ben az ő vezetésével egy hatalmas pofont kapott Dombóváron a Fidesz, hiszen sehol sem tudtak nyerni. Ugye a legszomorúbb ebben az egészben az, hogy Fehérvári Tamás és társa Kerecsény Márton, aki szintén a megyei közgyűlésnek úgy a tagja, hogy dombováriak, minden egyes dombovári pályázatnál, ahol érdemben szavazni kellett, a nem gombot nyomták. Mint legutóbb Szabó Lórántól megtudtuk, a Magyar Államkincstártól kérték el azokat az értékelő lapokat, melyek megalapozzák a véleményüket, hogy nem szakmai, hanem politikai döntés született. A szakmai pontszámok ugyanis a legkevésbé sem indokolják a dombovári pályázatok elkaszálását.